Míg a 80-as, 90-es években főként a tesztoszterontól lucskos izomkolosszusok uralták az akciófilmeket, az elmúlt bő 10 évben a hétköznapi fizimiskával bíró férfiak vagy nők álltak a középpontjában ezeknek a vérgőzös moziknak. A cél azonban mindkét esetben ugyanaz, a szórakoztatás. A senki esetében ez garantáltan összejött. Hatch napjai átlagosak. Felesége és két gyermek ellenére belefásult az életébe. Egy nap betörnek hozzájuk, ő azonban futni hagyja a rablókat. Utólag kiderül, hogy a bűnözők elvittek valami számára fontos dolgot, Hatch pedig meg akarja találni. Hősünk talán mégsem olyan ártatlan kis polgár, mint amilyennek mutatja magát? Ilyen Nye-Schuller főként videoklipeket rendez, 2015-ben mutatkozott be első nagyjáték filmével, a belső nézetes, abszolút kreatív és totál eszement Hardcore Henryvel. Hasonló színvonalra lehetett számítani a senki esetében is, azaz kemény akciók, fanyar humor, nulla logika. A számítás bejött, ez valakinek vagy elnyeri a tetszését, vagy képtelen lesz átadni magát a könnyed kikapcsolódásnak. Noha tudjuk, mire számíthatunk, a rendező igyekszik sokáig vakvágányon tartani a nézőt Hatch kilétével kapcsolatban. Nem sejtjük, milyen múlttal rendelkezik, mi lesz a motivációja, és egyáltalán mennyire kemény fickó is ő. A villám gyorsan vágott felvezetésben a mindennapok monotonitásában nyerünk betekintést, de még a későbbi betörés is inkább csak felvezetés, mint sem tényleges konfliktus. Az erőszak lavinát egy egészen röhelyes indok indítja el, egy hiányzó kis cicás karkötő. Elsőre nevetségesnek hat, de ahogy megismerjük a főhőst, rájövünk, hogy ez kvázi egy katalizátor, szimpla ürügy, hogy visszatérhessen a régi életéhez, melyet egyszerre akart elengedni, de mégsem tud létezni nélküle. Egy buszos jelenetben aztán Nye-Schuller felfedi a kártyáit, és végre azt teszi, amiben annyira jó. Eszement akciókat gyárt. A zárt térben zajló közelharc kiválóan működik, nincs finomkodás, csattannak a pofonok, törnek a csontok. A cselekmény innentől kezdve lépésről lépésre kiszámítható. A szociopata gangster tyúk szemére rálép a kisember, aki ezért egy kisebb hadsereggel próbálja meg elintéztetni a két lábon járó problémát. A folyamatos konfrontáció egy végső összecsapáshoz vezet, majd jött a stáblista. Ha ezt így elmondjuk, akkor nincs benne semmi különleges, de az út, ahogy eljutunk odáig, az azért megéri. Az utolsó akciójelenet végtelenül tökös és jól koreografált húsdaráló, ugyanakkor nem fél önmaga paródiájává válni. A helyén tudja kezelni magát, és ez piszok jól áll neki. Bob Odenkirk nem kimondottan akcióhős alkat, de ezt ugyebár Liam Neesonről sem hitték volna sokan a 2008-as elrabolváig, a merész húzás viszont bejött. Azóta mondjuk kicsit túlságosan is. Odenkirknek szintén remekül áll a szerep, és van annyira jó színész, hogy meggyőzze minket arról, hogy nem szívesen húznánk vele újat. Senki elsősorban a John Wick által kitaposott ösvényt követi, nem véletlenül, hiszen ugyanaz az ember írta mind a három John Wicket, mint ezt, de több irónia van itt, és kevesebb pisztolybalett. Komolyan venni óriási meggondolatlanság lenne, a célját mégis maximálisan eléri. Remek, modern zsánerfilm szórakoztató véres kikapcsolódás, ahogy annak 2021-ben ki kell néznie. Tudja, mire vállalkozik, és a kategóriáján belül nem igazán lehet vele mellé lőni. Akit érdekel, hogy Saul Goodman miként darál le X embert, azt szerintem nézze meg, meg tényleg aki egy szimpla szórakoztató zsánerfilmet szeretne, az lesse meg, mert jól fog rajta szórakozni. Én pedig adok a filmre 75%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, ha gondolod, kövess Facebookon vagy Twitteren, linkeket megtalad a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!